És folytatta tovább a műsorunkat. Akkor menjünk el Budapestre. Van nekünk egy szenzációs riporterünk ott, aki tulajdonképpen nagyon sok mindent csinál számunkra. És azon kívül, hogy tanárnéni, azon kívül, hogy mesemondó, azon kívül, hogy egy remek rádiós, azon kívül még energiája is van ahhoz, hogy elmenjen és felkeressen remek embereket. És most a cigány zenéről lesz szó. Figyeljetek! Magyarország az én hazám, itt nevelt fel apám, anyám. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A magyar kultúráról szóló sorozatunk mai epizódjában egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélni, és ez a cigány zene. Lakatos György, hegedűművész és tanár fog nekem ebben segíteni. És egy kicsit azt kérném, hogy mutassa be magát, hogy miért is beszélgetünk önnel erről a témáról. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az én felmenőim közt azért vannak híres és elismert cigány muzsikusok. Például édesapám, ki szintén Lakatos György névre hallgatott, vagy nagyapám, aki egy zeneakadémiát végzett, tanult muzsikus volt. Úgyhogy valamennyi kötődésem úgymond a műfajhoz van, és a mai napig nagyon szeretem, előszeretettel hallgatom. Nyilván ez is, mint sok minden, megváltozott, és természetesen az sem véletlen, hogy én nem követem a tradíciókat, hanem már a klasszikus zenében próbálok megjeleskedni. Az írásos feljegyzések szerint a cigányzene Zsigmond király idejében alakulhatott ki. Egy kicsit mielőtt így cigányzene, tegyünk rendet akkor ebben, hogy mi az, hogy cigányzene, meg cigánynépzene, meg magyar népzene, szóval hogy ezekben tegyünk egy kis rendet. A cigány népzene talán az úgynevezett olácigány rétegnek a saját népzenei kultúrája. Az ő nyelvükön szólal, meg az ő saját hangszereiken. Az úgynevezett magyar nóta az egy érdekes dolog, mert ugyan cigány származású emberek játszák, de 80%-ban a zeneköltők rendes, tisztes magyar polgárok voltak. Ez egy érdekes. Na ez hogy jön akkor össze? Van erre valami magyarázat? Talán az lehet a magyarázat, hogy a magyar identitástudat egy kicsit felerősödött. És nem volt olyan család, ahol ne lett volna egy zongora vagy egy pianino. Fontosnak tartották, hogy a gyerek vagy gyerekek tanuljanak zenét. Mármint a 19. századról. Igen. És akkor a leggyorsabb módja az volt a dolognak, hogy az akkori műzenét tanították a gyerekeknek, aztán a későbbi időkben úgy alakult, hogy az elismert nótaszerzők, mint például a Murgács Kálmán vagy a Kondor Ernő, annyira a köztudatba kerültek, különösen az 1900-as évek derekán, hogy nótaestek voltak szerte az országban. Jó, de itt akkor álljunk meg egy picit, mert ugorjunk vissza Zsigmond királyra, mert ugye csak annyi lett volna, hogy rendbe tesszük ezeket a műfajokat, és akkor Zsigmond királynál kezdjük el megint. Zsigmond királyról a feljegyzések alapján annyit lehet tudni, hogy ő is, de mások is törekedtek arra, hogy az udvarokba cigány zenészek játszanak. Az egy érdekes dolog, arról már nem szólnak a feljegyzések, hogy pontosan milyen zenét. Akkor ide hadd szúrjam be azt a kérdést, hogy hát zenét az bárki tanulhat. Hogy alakult az ki, hogy a cigányok ennyire jók tudtak lenni ebben a műfajban? Talán genetika, meg hát tradíció is, szóval azért itt apáról fiúra szálltak a különböző hangszereknek a elsajátítása. Szóval, hogyha valakinek a papája mondjuk prímás volt, akkor nagy valószínűséggel a fiú is. Mert egészen visszatekintve száz évre, vagy akár többre, szokás volt főleg a muzsikus cigányságnál, hogy a csecsemő kezébe adják a vonót.
Na most, hogyha megfogja, akkor muzsikus lesz belőle, és örült a család már akkor. Pedig hát még nem történt semmi. De hogyha ez adott esetben zseniális. Kiejtette a kezéből, nem akarta megfogni, akkor azért már elkezdtek egy kicsit furcsán nézni a gyerekre, mondjuk úgy, hogy hát mi lesz ebből, ha nem muzsikus. Akkor most Zsigmond királytól ugorjunk megint vissza ugye a 19. század, 20. század elejére, és akkorra már ugye ez az úgymond műzene, a cigányzenének hívott műzene, addigra már népszerű lett, és akkor innen folytassuk. Igen, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a két műfaj külön-külön ment nagyon hosszú ideig. Tehát volt egy műzene, ami tulajdonképpen az 1848-as események előtt alakulhatott ki nagyságrendileg. Tehát ez a reformkorról beszélünk. Teljes mértékben ez a reformkor. És ugyanebben az időben a cigányzenészek is elkezdtek, ahogy említettem, magyar identitású emberek tollából született nótákat, csárdásokat játszani. Sőt, a verbunkos műfaj, vagy a palotás is nagyon szorosan kapcsolódott a cigányság zenei identitásához, tehát tulajdonképpen ez a két műfaj, a műzene és a cigányzene együtt vándoroltak egészen mondjuk úgy az 1960-as évekig, és utána egy kicsit ketté vált ez a műfaj. Talán amiatt is, mert egyre több nótaszerző nótái váltak híressé, és az már nem volt műzene. Az már tipikusan az úgynevezett kávéházi cigányzene volt, amit ugye éttermekbe, szállodákba lehetett hallani. És cigány zeneszerzők is voltak, vagy ők csak játszottak? Természetesen voltak. Most, aki hirtelen eszembe jut az 1900-as évekből, az Kozák Gábor József, aki egy nótaszerző primás volt. Az 1900-as évek közepe felétől születtek úgy is nóták, hogy az egyik este mondjuk bement egy nótaszerző egy primáshoz, volt neki egy szövege, de nem volt hozzá dallam. Hallgatta egy kicsit, hogy este hogy muzsikál az adott cigány primás, és mondjuk fél óra alatt közösen megírtak egy nótát, vagy egy csárdást. Akkor ennek még nagyon nagy divatja volt. Arról nem beszélve, hogy úgy a Zeneakadémián, mint az Erkel Színházba rendszeresen és folyamatosan voltak nótaestek. És a cigány közösségen belül, tehát a muzsikus cigányok között, van nyitottság arra, hogy ezt újra teremtik, ezt a műfajt? Az újrateremtésre is és a folytatásra is mutatkozik igény és szándék, természetesen. Tehát vannak olyan emberek, akik ezt tudják csinálni, és akarnák csinálni, hogyha van lehetőség. Hál' Istennek, igen, és majd minden generációban. Akad bizony-bizony olyan primás és zenekar, akik nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Azért azt is elmondanám, hogy a régebbi primások azért voltak úgy vidéken, mint Budapesten, elismertek és nagyok, mert végigjárták azt a bizonyos szamárlétrát, ami ez a hivatáshoz elengedhetetlen. Ez alatt a következőket értem. Már szinte gyerekként apjuknak a zenekarába voltak. Aztán később tanulók lettek. Ami annyit jelentett, hogy nem kaptak ugyan fizetést, de minden este ott voltak. És figyelték azt, hogy mi történik az étteremben, és hogy közeledik a primás a vendégekhez. Egyáltalán mi után mit kezd el játszani. Hát azért hozzátartozik az a dologhoz, hogy itt nem csak magyar nótákról és csárdásokról van szó, de ugyanúgy szerepet kapnak kisebb opera részletek, operettek, filmzenék, tehát egy cigány primásnak a repertoárja bőven vetekszik egy klasszikus zenészével.
Ez az egyik, és a következő dolog, vagy lépcsőfog, az amikor segédprímás lesz. És akkor már fizetést is kap, jobban, mondjuk úgy, hogy a zenekar szervesebb részévé válik, és utána, mondjuk amikor a prímás elmegy egy hakniba muzsikálni, akkor általában a segédprímásra szokta hagyni a dolgokat. Tehát ráhagyja az éttermet, és akkor ő ott a megszerzett tudást megpróbálja hasznosítani. Na, ekkor derül ki az, hogy prímás lehet-e belőle, vagy sem. És az, hogy valaki prímás, ez nagyon-nagyon sok mindent foglal magába, az egy borzalmasan komplex és összetett dolog. Először is természetesen a repertoárt kell megteremteni, viszont az nagyon kevés, mert állandóan fejleszteni kell. Új dolgokat megtanulni, még idősebb korban is. Utána tisztába kell lenni azzal, hogy azon az estén milyen származású vendégek vannak az étteremben. Németek, spanyolok, amerikaiak, és a saját zenei nyelvükön kell őket megszólítani. Arról nem beszélve, hogy a magatartás, viselkedés, öltözet, nagyon jó pszichológusnak kell lenni például, hogy mikor, hogyan szólítok meg egy embert, mikor megyek oda, milyen módon megyek oda. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok. Szóval egy prímásnak a tevékenysége az rendkívül sokszínű. Mondta, hogy az édesapja is híres prímás volt. Ön ment az édesapja mellé gyakorolni? Tehát ment az étterembe, és akkor figyelte, hogy mit csinál az édesapja? Tehát ugyanígy tanult? Én nem így tanultam. Nem játszottam cigányzenét, viszont nagyon sokszor voltam bent az étterembe, és figyeltem, hogy mit csinál. És be kell valljam, hogy nagyon-nagyon sok mindent lehetett tőle tanulni. Úgyhogy... Kicsit kutakodtam a neten, és láttam, hogy híres embereknek zenni. Egy párat tudna mondani? Hát, akik most így hirtelen eszembe jutnak, második Erzsébet, brit királynő, vagy a holland királynő, Luciano Pavarotti, de kísérte itthon egy koncert után Andrea Bocellit is. Vagy Ruggiero Riccivel, a 20. század egyik legnagyobb hegedű virtuózával szinte baráti kapcsolatban volt, de ismert színészek, például a legkedvesebb barátja apámnak Latinovics Zoltán volt. Úgyhogy vele nagyon sok esetben átmulattak jó néhány éjszakát, mert ő így szerette a cigányzenét, sőt, egy olyan anekdóta is hozzátartozik a dologhoz, hogy azért a Latinovics művész úrtól féltek, és apám is egy kicsit az első találkozásnál tartott tőle, és a művész úr csak annyit mondott, jöjjön ide, prímás úr, az Olá Kálmán bácsi ölében nevelkedtem. Az Olá Kálmán az egyik legkitűnőbb prímás volt. És tulajdonképpen onnantól kezdve Latinovics és apám közt, hát szinte Zoltán haláláig tartott a kapcsolat. Több filmbe is szerepeltek együtt. Hát ez egy csoda történet, úgyhogy ezt kellene visszahozni akkor, hogy ilyen színvonalú emberek dolgozzanak a magyar éttermekbe, és akkor újra feléledne a cigányzene. Hát az nagyon-nagyon jó lenne, mert a mai fiatalok közt is van olyan, aki meg tudná ezt csinálni, és lenne létjogosultsága annak, hogy minél több helyen legyen cigányzene. Hát akkor hajrá! Hát én se tudok más mondani.
Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves hallgatóim, a Tucsipelár FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, és a telefonszámos stúdióban 98-16-27-77-es, és ez remélem fönn van a frigideren az a szám. Lényeg az, hogy hálás köszönetem Ági ezért a szenzációs riportért, és az ember mennyi mindent megtanul itt ezen az állomáson, hogy mit tanultunk.